Coca-Cola Cup körzeti döntőihez érkezett el a rendezvénysorozat. Vér Margit főszervezőt kérdezzük, hogy hát hogyan is áll a helyzet itt Pécsett-Baranyába. Hány csapat indult? Baranyában 23 csapat maradt végül is állva a versenyeken, 25 csapat nevezett, de kettő már a menet közben úgy gondolta, hogy különböző, leginkább anyagi okoknál fogva nem bírja vállalni a megmérettetést, ugyanis ennek van egy téli, meg egy tavaszi fordulója minden körzeti versenynek, aztán pedig a megyei döntők, hát természetesen csak azoknak, akik tovább jutnak. A körzeti fordulóknak vége van már, kettő női körzet volt Baranya megyében, és 4 fiú körzet, ami azt jelenti, hogy 2-2 csapat továbbjutásával, 8 fiú csapattal és 4 lány csapattal rendezzük meg a megyei döntőket május 21-én a Grassroots Day napján, mert ugye ez a Grassroots versenysorozatnak egyik része. A Coca-Cola Cup Hungary mennyiben különbözik a megyei diákolimpiai sorozatoktól, mennyiben különbözik a szövetség megyei igazgatósága által rendezett középiskolai versenyektől? Mi alapján jönnek ide a fiatalok? Tulajdonképpen nagy különbség annyiban van, hogy a diákolimpián megengedik bizonyos szintű igazolt játékosok versenyeztetését, a megyei igazgatóság által rendezett középiskolai versenyen, illetve a Coca-Cola kupán tilos a fiúk között kiváltott játékengedéllyel rendelkező, ezt így mondom, tehát nem az igazolás számít, hanem a kiváltott játékengedély, tehát az aktivitás a lényeg. A lányoknál megengedik, hogy legyen minden lánycsapatban, de ott így maximálják 3 főben a játékengedélyes játékosok számát. Egyébként hát a diákolimpiától elég sokban különbözik, mert a diákolimpiának elég speciális szabályrendszere van, tehát az MLS szabályrendszerétől valamennyiben eltér. A megyei igazgatóság versenyei, illetve a Coca-Cola kupa az egyértelműen az UEFA szabályrendszeréhez igazodik. A rendezvénysorozat egyik célja az, hogy népszerűsítse a fiatalok körében a labdarúgást. Ez mennyire sikerült? Fölfedeztek esetleg egy-két tehetséget, vagy a szurkolótáborokat fogják növelni az itt feltűnt fiatalok? Hát szerencsére mondhatom, hogy is, tehát ennek a látszata az már most van. Több csapatban kellett játékost kicserélni az véget, hogy a tanév folyamán leigazolták, illetve volt olyan is, akinek régebben volt igazolása, játékengedélye nem, de ahogy elkezdődött ez a versenysorozat, újra kedvet kapott, és visszament az egyesületéhez jelezvén, hogy szeretne újra játszani. Őket természetesen sajnos szerencsére törölnünk kellett a névsorból, de a Kóla szabályzata ezt engedi, hogy miután ugye ez is a cél, hogy minél több labdarúgó kerüljön be az aktív játékosok körébe, tehát folyamatosan cseréltünk. Nem azt mondom minden csapatnál, de majdnem minden csapatnál volt ilyen, akit ez véget kellett törölni. Hát, hogy a szurkolók tábort erősíti, azt meg nagyon reméljük, hogy igen. Egyébként, hogy mi a hozadéka, tehát néztük épp az egyik csapatban, hogy tavaly a kolléga kicsit lógó szájjal vette tudomásul, hogy minden meccsen kikaptak, nagyon kikaptak. Ott akkor még hirtelen hévben elszontyolodva azt is mondta, hogy hát nem érdemes, mert szegény gyerekek, és elment a kedve. Az idén újra beneveztek, és bajnokok lettek a körzetben, és jutottak a megyei döntőbe. Tehát az, hogy látszatra most kicsit jobb, kicsit gyengébb teljesítmények vannak, ez hosszú távon úgy tűnik, hogy megtérül és visszajön, és természetesen hát ez a legfontosabb a gyerekek egészsége szempontjából. Maga a Coca-Cola Cup az mennyire működik egy-egy iskolára alapozva, vagy inkább területi összeszedettségű fiatalokról van szó? Nem, idén most már, hála Isten, sikerült ezt kordába tartani. Eredetileg is az volt a cél, hogy kimondottan egy intézményre alapozzon, ugyanis ennek a feltételezése az, hogy az iskolában szakkörök tömegsport keretében rendszeresen játszanak, hiszen nem az a célja ezeknek a versenyeknek, hogy egy évben kétszer vagy háromszor pályára menjen a játékos, hanem hogy az intézményben heti, havi rendszerességgel történjenek meg az edzések,
és így felkészülve lépjenek a játékosok a pályára. Ez tavaly nem annyira sikerült, mert ott azért még megengedte a rendszer, hogy intézményen kívüliek is jöjjenek. Most az idén már szerencsére ott is történt úgy erőrelépés, hogy csak egy intézményhez igazodó játékos tudunk befogadni, és nem lett kevesebb a versenyzők száma, és nem lett kevesebb a jelentkezők száma. Tehát ez azt jelenti, hogy rendre elharapódzik már ez a dolog, hogy van igény arra, hogy a versenyben részt vegyenek a játékosok is, meg hát úgy tűnik, hogy a kollégák részéről is van hajlandóság a segítségre.